Szép estét mindenkinek, én Varga Bálint vagyok, és a ma esti webkonferenciát a Skyworld Community-n fogjuk tartani, mint minden csütörtök. Ma 2022. április 7-e van, és egy olyan 40 percig fog tartani ma este is. Újból lettek új információk, aki már követi, kicsit többet az interneten, az el is tudta olvasni néhány újdonságunkat. Még mindig, ahogy az Expo Dubaiba, bár már végen van, ugye, március 31-én befejeződött, de még utána is jönnek a látogatók, és nézik ezt a technológiát. Mai estén beszeretném mutatni ezt az üzletet, és mi történik, miket tervezik a cég, úgyhogy kezdjünk is bele. A cég alapítója Anatoly Eduardovics Junicki, aki ezt kitalálta, megálmodta és tervezte évekig, ő mondja, hogy több mint 40 évig dolgozott ezeken az ötleteken, mielőtt igazából akadozik a hang. Nálam minden rendben van, kikapcsoljuk még a telegramot is, úgyhogy semmi ne szakadozzon. Úgyhogy készül a felvétel, később a konferencia után feltesszük a YouTube-ra, és meg lesz a link is. Úgyhogy több mint 40-45 év munka van, és miről szól? Ez a technológia egy HUR technológia, ami a jövő szállítási rendszerre épül. Mi úgy vagyunk itt, mint kis befektetők, és azért is figyeljük, hogy hogyan halad ez a projekt. Ugye crowdfunding investíció opción léptünk be, erről is vannak ma hírek. Az, ami legfontosabb, hogy van olyan befektető, aki már 2014 óta segítette a céget a finanszírozásba. Általában 2016-17-től kezdtük mi el itten Európába, és ma már világszerte, ugye tudjuk, hogy majdnem minden országból és területről vannak befektetők. Azok, akik voltak Belorussziába, vagy Egyesült Arab Emírségben, azok már látták ezt a technológiát, mi is ugye már néhányszor utaztunk vele. Úgyhogy nekünk ez nem tabu téma, hanem egy igazi technológia, ami nagyon nagy világszerte óriási üzlet lesz, és ami legfontosabb, hogy most már a cég, már tavaly év vége fele bejelentette, hogy a startupból átléptek az üzleti fázisra, ami azt jelenti, hogy a cég most már kötött új szerződéseket, és az idén már igazi célprojekteket is, nem csak ilyen tesztelő pályákat épít, ami azt illeti, hogy a tavaly 4 célprojekt, és az idén Junicki szerint még legalább 10 új célprojektet írnak alá. Ez a technológia azzal különböztető a többi szállítási rendszerrel, hogy nem megy lent az aszfalton, a földön, a meglévő vasutokon, se nem repül a levegőbe, hanem egy közötte, egy olyan 6-8 méter magasan a földszintől, a városon kívül akár 15, még 35 méter magasan is lehet. Ha például vannak ilyen folyók, amit át kell menni, vagy hegyek, vagy valami mocsárok, úgyhogy mindenhol lehet építeni, látjuk, hogy a sivatagba is, még Szibériába
mínusz 50-től plusz 50-ig működhető. Természetesen minden ilyen helyen meglévő járművekkel és más technológiával. Ha meglátjuk a másik rendszereket, például egy autó, mikor elkezdték gyártani, ugye még 1870-80-asak években, akkor nem gondolták az emberek, hogy ennyien fogják ezt használni. És végül is, hogy ez publikálva legyen, és nagyon sok család meg tudja magának vásárolni, lehet mondani, hogy Amerikában 50-es, 60-asak években indult el, hogy több. Nálunk már 70-es, 80-as években lehetett kapni autót, de hogy emlékeztek, Magyarországon egy Trabantér 5 évet kellett várni, vagy egy Ladáért, még többet is, úgyhogy nehéz lett. Ma szinte mindenki már egy 500 euróval meg tud vásárolni magának egy öreg autót, és már mehet, és mennyien használják. De régen ez nem úgy volt, és nagyon sok fejlődés volt, szinte több mint 100-120 év, 140 is, hogy ilyen modern autók legyenek, mint most. A repülő az is nagyon sok utat, nagyon sok éveket kellett, hogy átmenjen, hogy nem pár száz métert menjen a repülő, hanem igazából most már teszteltek 17 ezer kilométert, és átment egy Indiából egész, ha jól tudom, Argentinába vagy hova, úgy emlékszek, de ilyen 15 ezer kilométert, ugye New York-Szingapur, azt ott van egy olyan járat, és meg ezek a gyors repülők, amik akár 2-3 ezer kilométer sebességgel is mehet. Itt is rengeteg-rengeteg idő elmúlott. Ha meglátjuk a Unitsky String technológia, igazából egy 7 év telt el, hogy egy teljesen nulla tesztelésekkel, amit elkezdték még Moszkvába, Litvániába, ott nem nagyon, de Bielorussziába, 2014-15-ben igazából kezdték építeni a pályát, és 16-ba indult el az első tesztelés a Unibike-kal, úgyhogy 6-7 év alatt kiépültek olyan járművek, amik ma 150 km sebességgel mehetnek, teljesen biztosak, és megkapták mindazokat az engedélyeket, ami szükséges arra, hogy felépítsék az ott országba, és üzembe helyezzék. És ha meglátjuk, itten néhány száz millió dollárba került, nem több 10 milliárd dollárba, mint például a Tesla, ami csak egy autóra elkötött 105 millió dollár, csak egyetlen egy autóra, aminek már megvan az aszfalt is, meg minden. Nálunk meg ez pontos az egész, nullától az egész technológia. A következő lépés, amit a Unitsky String technológia még el fog indítani, az a 500 kilométeres pálya, amit két terv van, egy a Marina Gorka Belorussziába, ami sokkal olcsóbb lesz, de ami nagyon fontos, a másik pálya az a Abu Dhabitól Dubai felé, amit már 2025-ben szeretnének megvalósulni, és megkapni az engedélyt. Ha ez meg lesz, ez egy plusz lökés lesz a cégnek, mert ilyen gyors pályát egyszerűen nincs a világon. Most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ott van a YouTube-on, hogy mennek 450, 500, 600 kilométer, de igazából Kínában van egy olyan mágneses technológia, ami annyira drága volt, és annyira drága a fenntartás, hogy soha nem tér vissza.
Ezt próbáljátok valamilyen kormánynak itt Európában, Svájcnak, Németországnak megkínálni, egyszerűen csak átnézik és mosolyognak róla. A mai világban nagyon fontos az, hogy a befektetés minél előbb visszatérjen. Ha egy 8-10 év, 15 év is még tűrhető, de a Skyway technológia akár 3-5 a nem kifizetődő projektek is van 7 éven belül visszatérhetnek. Ez a projekt tervezése, ez nagyon komoly munkát vesz igénybe, olyan 500-600 mérnök dolgozik rajta körülbelül 10 hónapig, hogy minden pontosan kiszámítsák, hogy mennyi utas van, mikor, reggel, ha mennek munkára, turizmus van-e, ezt mind beleszámítanak. Minden állomásokat dolgoztam ezen, sok kérdés volt, úgyhogy egy picit én is tanultam, de ez egy őrült nagy munka ez a tervezés, mert utána nem lehet többet hibázni. És azért nagyon fontos, a cég se nem is köt olyan szerződést, ami nem jön vissza mondjuk rá 10 év után, mert a befektetőnek se nem érdemes annyira. Ugye mi, mint crowdfunding befektetők, nekünk semmit nem kell tenni erről a technológiáról, befektettük a pénzt, és akkor csak nézzük a híreket. Van egy érdekes újdonság, hogy Egyesült Arab Emírségnek a Mohammed bin Rashid Sheikh, akinek a képje mindenhol Dubajból ott kint van, meg tovább is, ő az Egyesült Arab Emírségnek az alelnöke és a dubai uralkodója. Most, mikor kész volt ez az expo, akkor beszélt arról, hogy jóvá hagyta a közösségi a kabinet finanszírozás felhasználását az állami és magánszektorban új projektek finanszírozására. Azt jelenti, hogy ez az egyik legjobb eszköz az innovatív kereskedelmi ötletek finanszírozásának. Szóval ottan teljesen legálisan, igaz, hogy majdnem minden országban a közösségi finanszírozás, a crowdfunding legális, nálunk Európában, én gondolom mindenhol, és az úgy működik, hogy a pénzt gyűjtenek jellemzően az interneten keresztül emberek vagy nagy csoportok. Úgyhogy nálunk Horvátországban is van ilyen cég, aki 5000-től 15000, nem most 25000 euróra felemelték, ilyen kis startup cégeket segítenek crowdfunding opcióval finanszírozni. Úgyhogy ez egy nagyon jó hasznos, mert segíti a fiatalokat, vagy kisvállalkozókat, akiknek van jó ötletük, de nem tudnak összeszedni 10-20 ezer eurót. Miért? Mert startup cégeket a bankok nem finanszíroznak, ez nekik nagyon magas a rizikó. Igaz, ez a nagy befektetők se nagyon, úgyhogy nagyon jó kapcsolat kellene lenni, és egy nagy befektetővel, hogy finanszírozzák. És így is a Skyway elindult egy ilyen finanszírozással, ami most, ugye, tudjuk, hogy már vége fele van. Én nem tudom, mikor jelentik be a 15. az utolsó fázist, de ahogy én tudom, már 90-95% a 14. fázisnak vége fele van. Ezt nem tudom most, melyik előadó jelentette ki. Több előadásokat hallgatok, meg a feliratokat, ugye, azt át tudom fordítani, mert nem értem én se oroszul annyira jó, se az angolt 100%, és akkor így szoktam kivenni az információkat. Úgyhogy várjuk az utolsó 15. fázist. Nem tudom, hogy van közöttünk, aki a 5., 6. fázisba, 6. léptem én is be, de 7. igazából indultunk el. Úgyhogy most már ott vagyunk, tudjátok azt a képet, mikor van egy olyan
a gyémántot keresi, és akkor ás, és már ott van azon egy centiméterre, és akkor visszafordul, és visszamegy. Tegnap hívott egy fiatal srác, és azt mondja, hogy ő el szeretné adni a részvényét, mert de utolsó két évben nem nézett meg semmi hírt, és azt hiszi, hogy nem mozdult meg a cég. Mikor mondtam neki, hogy mennyire fejlődött, meg minden igaz, hogy csak telefonáltunk, de elküldtem neki a híreket, és megnézte, akkor egyszerűen nem tudta elhinni. Hát mondom, lehet, hogy már egy-két év múlva el tudod adni ezt, van neki 129 ezer részvénye, hát mondom, ez legalább $1 lesz, akkor, és ő $1500 adott érte. Úgyhogy ez komoly dolog, és komolyan kell venni. Igaz, hogy sok idő eltelt, meg lehet, hogy még eltel 1-2-3 év, nem tudjuk, mikor megy ki a cég a tőzsdére, de ami nagyon fontos, hogy most már nagyon-nagyon kicsi a rizikó, bár minden nehézségek történtek a világon, meg történnek most is, mi be vagyunk jegyezve ebbe a cégbe, ERSSH Holding, 1-es, 2-es és 3-asba, ezt mindenki a certifikáton meg tudja nézni, és a GT a tulajdonos, a Skyway technológia tulajdonosa, és a Unitsky String technológia cégcsoport irányító cége. A cég az be van jegyezve több helyen, amit ha mentek Dubajba, akkor majdnem a központba, Dubajba el lehet menni az irodába is. Itt van nekik egy iroda, irodaházba, úgyhogy oda lehet telefonálni is, befogadnak, lehet beszélgetni, de természetesen csak egy irodában nem olyan érdekes, minden érdekesebb elmenni a Sharjai központba. A cég hivatalosan a GT-ben van jelentve a Brit Virgin szigeteken, ott tudjuk, hogy több százezer cégbe van jelentve, egy azért, mert az adózás kevesebb, mint 10%, én nem tudom pontosan, hogy mennyi, a másik azért, mert politikai, meg minden helyzet miatt is kiderült, hogy nagyon-nagyon jó, hogy például nincs Moszkvába beegyezve a cégünk, mert akkor most nagy gondokba volna a cég is, meg mink is. Úgyhogy ez nagyon jó ötlet lett. A Unitskyt biztos, hogy nagyon tapasztalt emberek, pénzügyi emberek tanácsolták, úgyhogy teljesen politikailag egy olyan helyen legyen, ami nem befolyásolhassa a munkát. A Mihailo egyik üzlettársunk, ő hajón utazott, hajón dolgozott, úgyhogy kétszer ellátogatott oda, bement az irodába, meg is ismerkedett a vezetővel, beszélgetett evel az igazgatóval, úgyhogy a mi szerződéseinken, amit a webirodába meg tudtunk nézni, ugyanez a címbe megvan, amit kapott névjegykártyát ettől az igazgatótól. Úgyhogy de jó, ez már régi dolog, ezt 4-5 évvel ezelőtt kellett bemutatni, hogy igazi létező cég lesz ebből valami, most már látjuk, hogy mennyit építkeznek, és ez most már nem annyira érdekes, ezt már mindenki elhiszi, hogy létező cég. A cég úgy tervezi, hogy 80% nettó jövedelmet, éves jövedelmet visszaforgat a munkaerőbe, az anyagra, a építkezésre, új célprojektek építkezésre, és a eladott célprojekt építkezésből, amit összeszednek, abból 20% nettó ki fog fizetni, mint osztalék. Ez már úgy van, hogy az idén már ezt a pénzt félreteszik, és ha lesz értelme, és lesz elég bevétel év végén, akkor jövőre lehet, hogy a cég már kifizeti az első osztalékot. Utána, hogy mikor megy a tőzsdére, az biztos, hogy
legalább egy 10-20 jó projektnek kell lenni, legalább amit már építenek, és akkor nyugodtan ki tud menni a tőzsdékre is, úgyhogy ha mi meg akarunk szabadulni majd a részvényeinktől, akkor a tőzsdén el lehet majd ezt adni. De természetesen még mindig vannak ilyen akciók. Most olvastam a mai híreket, nem tudom, hogy mikor lesz következő akció. Most pillanatnyilag nincs, de ez már lehet, hogy jövő héten meg lesz változás, és lehet, hogy jövő héten már lesznek valamilyen újabb akciók is. Úgyhogy addig gyűjtsük a részvényeinket, bár ezek még tulajdoni hányadok. Mikor a cég kimegy a tőzsdére, akkor nekünk átváltják minden ilyen, minden tulajdoni hányad egy dollár, és egy dollár lesz egy részvény. Ottan fél év után minden kisbefektető is tud majd eladni, addig lehet majd vásárolni, de remélem, hogy nem akkor akarjátok majd megvenni a részvényeket egy dollárért, mikor most még néhány centért, 4-5 centért meg lehet, hozzá lehet jutni. Ja, itt van egy nagyon jó videó, ezt úgy gondoltam, hogy azt hiszem, hogy 2 perces, ha valaki még nem látta. 2021 was a year of great achievements for this train transport project. On the light line in Sharjah, the tropical unicar made its first trips with passengers on board. USD Inc. Center in the UAE, there began the construction of 4 anchor supports for the first heavy-duty tracks. On the new tracks, the string transport will show speeds of over 150 kilometers per hour for the first time. The string transport was certified in the UAE. International experts confirm that the technology meets global requirements for reliability, safety, and durability. The certification helps the project to enter new markets and facilitates cooperation with customers around the world. Also in Sharjah, we're carrying out the first test for cargo's train transport. The light track at the testing center received permission from the Emirates authorities for demonstration and test operation. The exhibition version of the high-speed string transport is now on display in a special pavilion at the USD Inc. Center in Sharjah. Inventor of the string technology, Anatoly Yunitsky, announced signing the first 4 contracts for targeted projects. These are just some of the sweeping advances that are helping the string technology enter the global marketplace. This is just the beginning of the progress of which everyone can become a part. So can you. Igazán nagyon szép videó. Ezt ma láttam először, és majd beteszem a Skype csoportba a YouTube linket, ha valaki ezt tovább akarja küldeni. Arról beszél, amiről mi már hónapok ugye hallottunk erről az információról, hogy ez a 2,5 kilométeres tesztpálya vége fele jár, és most májusban ugye majd el lesz indítva, és tesztelések mennek. Akkor mennyi delegáció jön, látogassa, az Egyesült Emírség megadta az engedélyt nekik minden ilyen erre a pályára is, meg a technológiára, és egy óriási lehetőség, hogy 150 km/h
sebességgel menjenek ezek a járművek. Úgyhogy amit akartam mondani, mikor elkezdtük 2016-ban, 2017-ben reklámozni, akkor katalógussal dolgoztunk, és vizualizációkkal. Biztos emlékeztek, minden olyan vizualizáció, ami komputerrel megcsinálták ezeket a videókat, képeket, és most meg be tudjuk mutatni igazi pályát, igazi járművet. Ez egy óriási-óriási fejlődés. Én biztos vagyok benne, hogy 100% senki nem tudta 2016-17-ben, hogy ez milyen óriási dolog, és mennyi munka van itt, még talán a Junicki se, de az a fontos, hogy sikerült átlépni minden olyan nehézséget, hogy működjön tovább, és hogy fejlődjön az egész. Most újból ugye a brazil városok polgármesterei, ha jól tudom, 25 polgármester látogatta meg a sárgyai teszt központot, és Csehországból is meglátogatták, ugye már Európából is nagyon sok országból. Ami most a legújabb, az a Ruandából a Emmanuel Hatega, Ruanda Egyesült Arab Emírségnek a nagykövete. Úgyhogy Ruanda is egy nagyon nagy ország. Hát, ha jól tudom, lehet, hogy harmadik, negyedik ország, nem csak a nagyságban, ugye, ha Dél-Afrikát számítsuk, Nigériát, Egyiptomot, akkor ott van a Ruanda is, mint fejlődtebb afrikai ország. Afrika ez egy óriási kontinens. Amikor nézzük a térképet, akkor kisebbre csinálják, a sokkal nagyobb. Nem tudom, miért csinálják ezt így, de sokkal nagyobb terület, és le akarják kicsinyíteni valami ok miatt, úgyhogy ez ott óriási-óriási potenciál, főleg azért, mert ugye vannak azok a dzsungelek is, meg sivatag is a északi részen sok, de ottan ki kell építeni az utakat. És melyik a legérdemesebb, legkedvezőbb a építkezésre, meg a fenntartásba? Hát a U-Sky, Junicki String technológiai pálya. Úgyhogy ne csodálkozzatok, ha a következő 5 évben elindul ottan legalább 100 projekt, úgyhogy óriási potenciál van, és nagy építkezések várnak. Ott, ahol már minden ki van építve ilyen nagy fejlődő városokba, ottan lehet betenni néhány projektet, ugye? Például Dubajban nem tudom, 4-5-öt, és lehet, hogy már az kielégíti. De egy ilyen fejlődő országokban, mint India, vagy egész Afrika, Ázsia is, ugye? Még sok részben. Itten rengeteg munka vár rá, és a Junicki tudja, hogy ez egy óriási potenciál. A Junicki ezt az üzletet nem 5-10 évre építette, hanem a következő 100 évre. Azt tudjuk, hogy egy ilyen pálya felépítése, ha jól üzemeltetik, akkor 100 évre van kitalálva, de 50 év garanciát adnak rá. Úgyhogy van sok minden itten. Úgyhogy 1,5-2-szer alacsonyabb a beruházási költség, ahogy látjuk itten, a hagyományos városi építkezésben 5-7-szer alacsonyabb, például egy autópálya, akkor 1 kilométer már 2 millió dollárba kerül. 3-5 millió dollár, ami már nagyon komoly, és több jármű benne van. Ezt tehát úgy is kell tudni, hogy úgy kell érteni, hogy mikor ők adnak ajánlatot, akkor nem csak a pálya, hanem benne van azért kell ez a stúdiót megcsinálni,
visszatérítés minden, mert beleszámítsák, hogy hány utas, mikor, például délelőtt reggel 6-tól 9-ig, akkor lehet, hogy 20 jármű megy egy pályán, akkor 9-től 2-ig lehet, hogy csak 10, utána délután megint, és így ez minden mesterséges intelligencia fogja majd követni, de előre ki kell tervezni, hogy mennyi fog menni, mennyi járni. Úgyhogy rengeteg előny van, és ezért is van ilyen sok érdeklődés. És ahogy én látom ezt az üzletet, ahogy elkezdik az elsőt, másodikat, akkor ez mind duplázódni fog, és rengeteg érdeklődés. A vietnámi befektetők, akik igazából nagyjába viszik a mostani befektetést, mint kisbefektetők, meglátogatták ugye a Expot, meg Sharjah-ba is voltak, de ami nagyon fontos, a Vladimir Maslov és a Solar Ferry, azok most ott vannak Vietnámban már 7-8-10 napja, nem tudom pontosan, és itt van a legújabb hír, ami Maslov feltett a Facebook felületre. Mindenki nagyon elégedett volt a Quang Ninh tartományi kormány osztályaival folytatott több mint 2 órás találkozó után, amely nagyon konstruktív volt, és támogatta törekvéseinket. Ő még ott vannak, tárgyalnak, azt tudjuk, hogy rengeteg munka van ottan, nagyon nagy érdeklődés van, és ottan van a több célprojektről beszélgetnek. Ez van például az a 2,5 kilométer, amit most ajánltak nekik, és van az a projekt, ami 100 millió dolláros, és 50 milliót már kifinanszírozták, amit a Unitsky most a vietnámi befektetőknek megígért, hogy meg fogják gyorsítani, és az idén már ott is el kellene kezdeni építkezni. Úgyhogy nem csak emírségben, hanem Vietnámban is ugye indulnak ezek a projektek. Ha visszatérünk Sharjah-ba, ugye megvan ez az állomás, ami teher- és utasállomás, úgyhogy nagyon beilleszkedik erre a területre, és 2,4 kilométer mind a két pálya, amit láttunk ugye most ezen a rövid videón, nagyon szépen bemutatták, ez szerintem most volt a múlt 1-2 hétbe vetítve, és nagyon meg lehet látni, hogy mennyire fejlődött. Ha visszamegyünk csak egy 3-4 évvel visszamenőleg, akkor ez óriási fejlemény. Itten Sharjah-ban, ugye, ahogy említsük, minél később megyünk, annál többet fogunk majd látni. Sajnos ilyen helyzetek voltak, úgyhogy nagyon nehéz volt megszervezni az utakat, de ahogy látom, most még néhány országba kell ez a COVID igazolvány, Szerbia, Horvátország még nem szüntették meg, azt tudom, hogy június 15-től meg lesz szüntetve 100%, mert akkor nem lesz COVID, legalább őszig, de ne is jöjjön vissza, úgyhogy könnyebben lehet majd utazgatni mindenhova. A videón láttuk ezt a kéttestű gyorsállítási modellt, ugye az, mint makett van még, de ez is nagyon fontos, hogy ez már megvan igazából, és már megkapták a szabadalmazottat is, a certifikációt, nekem így könnyebb kimondani, és a 22 fős gyorsflotta, ezt is várjuk, ami fürdőszobával lesz. Ez ma érdekes lesz, mikor itt lesz Európában, akkor tudunk ilyennel utazni. Akkor megyünk tovább, a sharjahi látogatók, ugye üzletemberek, akkor lehet mondani most már majdnem minden országból, Kolumbia, Peru, Venezuela, Brazília, melyik is volt még,
Costa Rica, minden országból már voltak, és látogassák. Ami nagyon fontos, hogy utána leülnek és beszélnek konkrét célprojektekkel, úgyhogy azok, ha visszamennek ezek a delegációk, akkor otthon még nyomják majd. Akkor a technológia is készül, több mint 5000-szer fel lehet tölteni ezt az akkumulátort, egy autónak 1000-1200 a legjobb akkumulátorok, 1500-szor lehet feltölteni, és a Unitsky akarja, hogy független legyenek a járművek, hogy 24 órán belül, ezt tehát igazából még 4 évvel ezelőtt Minskbe hallottam az előadásából, hogy akkor mondta, olyan akkumulátorok lesznek, hogy 24 órán keresztül mennek a városba, és nem fogynak ki. Ez egy azért is, mert nagyobb akkumulátort tudnak feltenni, mint például egy autóba, a másik meg, hogy 8-10-szer kevesebb energiát használnak ezek a járművek, mint egy elektromos autó. Lehet, hogy valamelyiktől még 20-szor is többet. A Unitsky vezeti a céget hosszú távon, azért a fiatalokat is bevonják, mert nagyon sok fiatal kell most, ha elindulnak a projektek, kapják ezeket a tanúsítványokat és a certifikátokat. Úgyhogy itt vannak ezek a TÜV certifikátok, amik fontosak, hogy megfeleljen minden országba, hogy megfeleljen az anyag. Még több mint 50 nemzetközi szabadalmak vannak a világszerte. Arról most beszélnek, hogy Sharjah-ba nyitnak majd egy új csarnokot, ahol tudják majd legyártatni ezeket a járműveket, és én gondolom már egy fél év után, már ott a nyár közepén, akkor már lehet, hogy ez konkrét lesz, és lehet, hogy már kezdik ezt berendezni ezeket a csarnokokat is. Azon kívül ugye nem csak egyedül dolgozik a Unitsky, amit említettünk, Sharjah-ban mindig ilyen 30-50 ember van, aki végzi azokat a munkákat, ami ottan szükséges, és a Garak Viktor az, aki a Unitsky-nak a helyettese, és ő a fő tervező, aki nagyon ért a szakmához, úgyhogy tovább tudja vinni az egészet. A teher Unitruck is már el van készítve, a 15 tonnás, ez is már szabadalmazva van, és most készítik a 35 tonnást. Ezt már tudjuk, hogy a 500 kilométeres jármű is készül. A különböző országokban 36 épület van a cégnek, megvan a nagy irodaház, a Skyway Plaza, ez most Unitsky String Technológia Plaza lett, úgyhogy itt vannak a tervezők, és Minskben megvan a gyár és a raktár bázis. Egyelőre bármilyen szankció van, a Belorusszia emírség között nincs semmi gond, úgyhogy le lehet gyártatni, el lehet szállítani, de ahogy mondom, Sharjah-ba fogják majd készíteni ezt, és ez is egyik fő legjobb döntése a Unitsky-nak, hogy sikerült neki kimenni Dubajba és ottan felépíteni ezt a technológiát, úgyhogy, és ott legyen a központ. Marina Gorka mindig marad egy olcsóbb verzió, ahol háromszor olcsóbban, ugye kisebbek a fizetések ottan, és könnyebb felépíteni, úgyhogy nagyon gyönyörű hely, háromszor ott voltunk, csoportosan beültünk a járművekbe, utaztunk, úgyhogy mindenki. Valaki hívott tegnap, hogy mennek ez, hogy hol fog megfordulni majd. Ha valahol a célprojekt végén csinálnak egy ilyen
gördülő állomást, ilyen megfordulnak, és jönnek visszafele. Úgyhogy soha nem lesz olyan, hogy egy irányba, hogy két irányú legyen, mindig egy irányú a pálya. A sárgyai központ az folyamatosan épül, úgyhogy most a negyedik fázisban vannak már, megvan az egyik állomás, a központ, ahova a vendégeket hívnak, és van ez az egyik állomás, és most lett a másik állomás készen. Ugye Lenovo-val kötöttek szerződést, Lenovo számítógépek, tárhelyek, minden blockchain technológiával működik, és mesterséges intelligenciával. És így tudnak konkurensek lenni, mert akár 100 tonnát kilométerre $1 át tudnak vinni, és ilyen nincs a világon, a legolcsóbb hajók is sokkal-sokkal drágábbak. Úgyhogy ezt a teherszállításra gondolom. Na itt van még egy tunéziai, diákok is meglátogatták, és az állomások, ahogy majd épülnek, úgy mennek majd tovább. Na most betették a cikket a lineáris városok, ami egy olyan koncepció, ami környezetbarát város lesz, és zöld energiával és fejlett gazdasággal. Itten bemutassák már a sárgyai központba mindenkinek, hogy van két épület, és megvan a pálya, ami összeköti, és általában olyan 1,5-2 kilométerre, úgyhogy a gyalog is el lehessen menni, elsétálni, és minden épületnek a tetején lehet termelni gyümölcsöt vagy zöldséget. És itten csak zöld energiával, itt nem lesz benzin, nem lesz dízel, még azt hiszem gáz se, hanem minden 100% zöld energiával, elektromos. Biztos, hogy gyönyörű lesz ilyen tiszta helyen, modern helyen élni, de ahogy minden fejlődik, a mobil technológia, a számítógép, a blockchain technológia, így a városoknak is kell fejlődni, úgyhogy nem megyünk vissza valamilyen shanghai, nem tudom milyen városba, ahol nem lehet meglátni 100 métert, mert tele van minden füsttel, meg szennyezéssel, úgyhogy nagyon-nagyon szép lesz. Ugye Szaúd-Arábiában is már szerintem folynak a építkezések. A sárgyai seik Mohamed Al-Kassimi, aki mellettünk áll, meg ugye Mohamed bin Rashid, aki meglátogatta a múlt 2 évvel ezelőtt, mikor volt Dubajba, az $1 millió került nekik az a 2 hét, ennyit fizettek, hogy ott lehessenek Dubajba a kiállításon. Most meg 6 vagy 7 millió dollárba került volna, azért nem tették ki, hanem volt egy kis csarnok, nem csarnok, hanem fülke, ahonnan hívták a delegációkat Sárgyába. És szerintem igazán nagyon sok ilyen delegáció meglátogatta. Ami még fontos, hogy az újságírók mind nagyon szuper pozitív cikkeket írtak erről. Ami régen, azt tudjuk, hogy nagyon negatív volt, és kinevették a Junickét több országba, míg Belorussziába és Litvániába, Oroszországba, Németországba, most meg csak pozitív cikkeket írnak róla. Ez mindig úgy van. Mikor elkezditek az üzletet, és valakinek felkínáljátok, akkor kinevetnek benneteket, nem hiszik. Mikor sikeresek lesztek, akkor mindenki jön és dicsér. Én tudtam, hogy te sikeres leszel, szuper, ez nagyon jó. Így van a Skyway-el is. Miért legyen máshogy, mint valaki másnak? Én tudom, hogy ez is most vizualizáció, amit mutatok, de 2-3 év múlva akkor már nem mutassuk vizualizációt, hanem megmutassuk
az igazi projekteket, amit éppen Dubaiba, vagy Hanoiba, Vietnámba, vagy mit tudom én, melyik országba, lehet, hogy Münchenbe. Belgrád, Budapest, egy pálya kell, Zágráb, Ljubljana, akkor egész Olaszország, Spanyol, egész Európát össze lehet kötni ilyen célprojektekkel. 19 óra 46, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Jövő csütörtökön tervezünk megint tartani konferenciát 7 órakor. Legyetek itt, szép estét mindenkinek, és szép hétvégét. Sziasztok, minden jót!